reggelt kívánok, jó napot kívánok így 11 óra körül, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves hallgatóság! Engedjék meg, hogy a rendezvényünk előtt a vendéglátó nevében és szerepkörében szeretettel köszöntsem Önöket. Szeretnék bemutatkozni, én Véha Antal vagyok, a Szegedi Tudományi Egyetem mérnöki karának dékánja. A mai rendezvényünk legfontosabb küldetése és célja, hogy egy olyan méltó millióbe helyezzük a mai napon megemlékezni kívánt Galamb József személyét, személyiségét és munkásságát, amely méltán tarthat igényt a tudomány fellegvára, az egyetem és azon belül is a mérnöki kar méltó figyelmére. Galamb József, amint azt Önök is jól tudják, 1881. február 3-án vízöntő jegyében született Makó városában. A fiatal ember, amit majd megfogják az előadásokon hallani, hát általános iskoláit nyilván Makón járta, de most jön a lényeg. Fiatal középiskolásként ennek az épületnek a falai között, ezeket a lépcsőket koptatva, sajátította el azokat az alapvető műszaki, mérnöki, későbbi mérnöki tudományok alapját, amely után az ő életútja Budapest után egész Detroitig vezetett, és a legendás Ford T-modell főtervezőjeként, főmérnökeként szerintem legalábbis fantasztikus műszaki karriert és hát amerikai autógyári elismerésben részesült. A mai napnak tehát az lesz a célja, és az lesz az összejövetelünknek a legfontosabb küldetése, hogy megemlékezzünk egyfelől Galamb József személyéről, személyiségéről, másfelől pedig az épület homlokzatán ennek hangsúlyt is adva egy méltóságteljes aranyozott betűkkel ellátott emléktáblát fogunk felavatni. E rövid program ismertető után engedjék meg, hogy a széksorokban ülő jelentős vendégeinket külön név szerint is köszöntsem. Engedjék meg először is, hogy a szülőváros nevében megjelent dr. Buzás Péter polgármester urat köszöntsem. Jó reggelt kívánok, polgármester úr! Szeretném aztán Önöknek bemutatni a mai tudományos délelőttünk levezető elnökét, dr. Csizmadia Béla, egyetemi tanár, professzor kollégát, aki egyebek mellett a Magyar Mérnöki Kamara gépészeti bizottságának, tagozatának elnöke. Másfelől szeretném, hogyha megismernék Bodor Dezső urat. Bodor Dezső mérnök úr a Csongrád megyei Mérnöki Kamara jelenlegi elnöke. A NAP további szereplői között pedig szeretném Önöknek bemutatni szerényen meghúzódó Medgyessy Pál vezérigazgató urat, aki a Csongrád megyei Mérnöki Kamara alapító és első elnökeként, és makói lévén, és műszaki ember lévén felkarolta, és évek óta a Galamb hagyaték kezelőjeként vált, én azt hiszem, hogy méltán közismerté és közmegbecsülés hát alanyává. A további előadóink között pedig szeretném Önöknek bemutatni dr. Horváth Sándor dékán urat, aki az Óbudai Egyetem gépészmérnöki és biztonságtechnikai mérnöki karának dékánja Budapestről. Természetesen az a Galamb József, aki a felsőfokú, hát, hogy úgy mondjam, mérnöki tanulmányait a jogelőd intézménynél, tehát most jelenleg Óbudai Egyetem, de nyilván Budapesten végezte, és ennek kapcsán Horváth Sándor dékán úr is nagyon komoly lépéseket és nyilván tetteket hajtott végre a tekintetben, hogy Galamb József azért megfelelő szakmai súllyal és helyjel képviseltesse magát az Óbudai Egyetem falai között. Végül, de nem utolsó sorban én arra kérem Önöket, hogy pacsorokban, hál' Istennek, igen sok fiatalt is látok, akiket
a kedves kollégáknak úgy szeretnék bemutatni, a mérnök kollégáknak, a leendő generáció is képviseltette magát, hiszen műszaki menedzserek és gépészmérnök jelöltek ülnek a padsorokban. Kérem, tanulságként hallgassák meg, hogy azért vidékről, Csongrád megyéből, nagyon jó fölkészült, tehetséges és nyilván hangyaszorgalmú jövendőbeli kollégaként azért, ha nem is Detroitig, de igen messzire elviheti önöket is majd a tudás szárnya. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon méltó helyre kerül majd az a rendezvény és az az emléktábla, és hát nyilván ne feledkezzünk meg a két eredeti T-Ford modell megtekintésétől sem, amelyet a lelkes és nagyon-nagyon nagyra becsült gyűjtők Orosházáról, Makóról hoztak át azért, hogy ezzel is emeljék az ünnepségünk színvonalát. Én megköszönve az önök figyelmét, átadnám a levezető elnöknek, M. Csizmadi az Béla professzor úrnak a mikrofont, nem azért, mert ez erősíteni a hangomat, hanem azért, mert a tévé szeretne erről egy felvételt készíteni. Nagyon tanulságos, nagyon szép délelőttnek nézünk elébe, és én azt javaslom, hogy kezdjük is el a programunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, és hogy dékán úr szavát folytassam, jövő Galamb Józsefei. Nem a feladatom, hogy itt kis előadást tartsak, de egy gondolatot engedjenek meg nekem bevezetőként és visszaélve elnöki jogommal, hogy elmondjak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, és elsősorban az ifjúságnak mondom, mert az idősebb generáció csinálja, azt, hogy megemlékezzünk a régmúlt idők nagy magyarjairól. Természetesen, mint mi, mint műszaki emberek, a műszaki nagyjairól. De ennek nem csak az a lényege, hogy ápoljunk egy emléket, hogy koszorút helyezzünk el, hanem az is, mint az egyik előadás címében jelzi is ezt, az is a lényege, hogy megfogalmazzuk számunkra, hogy mit üzen ennek a nagy embernek a tevékenysége, mit üzen a ma korának. És mindig van, mindig találunk. Néhány évvel ezelőtt Bánki Donát 150 éves születésnapját ünnepeltük, és ott is ez volt a kulcskérdés, hogy mit üzen mának. És még az ifjak is pályázat kapcsán találtak olyat, hogy például egyet ragadja ki, ez nem Galamb Józsefhez tartozik, egyet ragadja ki, hogy a szakmunkás és a mérnök hogy tud úgy együtt dolgozni, hogy az kiváló eredmény. És ez ma is igaz, és ma is meg kell becsülnünk ezt a gondolatot. Azonban még egy utolsó mondatot mondanék bevezetőként. Anisics Ferenctől hallottam, aki tavaly kapta meg a gépészeti tagozat Botka Imre díját, és külföldön dízelpápának nevezik. Ma ő általa BMW-nél tervezett motorokból a világon 6 millió darab jár. Őtőle hallottam, mikor átvette ezt a díjat, hogy nagyon jó, hogyha értékeljük az elmúlt idők nagyjait. De ne csak a hamut őrizzük, hanem a lángot vigyük tovább. Ezt kívánom maguknak, és ezzel kezdenénk el ezt az előadás sorozatot, megemlékezés Galamb Józsefről, és felkérném első előadóként Medgyessy Pál vezérigazgató urat, hogy tartsa meg az előadását. Elnök úr, polgármester úr, tisztelt hallgatóság! Bevezető gondolatként annyit, hogy a Csongrád megyei mérnöki kamara már több mint 10 éve nagy figyelmet fordít arra, hogy a megyében született mérnökök, akik hírnévre, sőt világhírnévre tettek szert, azok méltó
megemlékezésben részesüljenek megyénkben. Ehhez a gondolatkörhöz a megyéből két város csatlakozott a legnagyobb mértékben. Az egyik Szeged, aki számos emléktáblával és szoborparkkal emlékezik meg a város régi nagy mérnökeiről, a másik pedig Makó, ahol elsősorban Galab Józsefnek az emlékét ápolja a település, számos táblával, szoborral és sok-sok rendezvénnyel foglalkozik Galab József emlékezetével. Én, mint magyar, mint makói, mint mérnök és mint kamarai tisztségviselő, négyszeresen is örülök, és négyszeresnek is megtiszteltetésnek tartom, hogy Galab Józsefről egyáltalán egy előadást tarthatok. Ennyi bevezető után térjünk talán a tárgyra. Galab József tehát Makón született 1881. december 3-án, és Detroitba halt meg. Én Galab Józsefről elsősorban most, mint emberről és mint mérnökről beszélek, kevésbé fogok a műszaki teljesítményéről, egyrészt az túl időigényes lenne ahhoz képest, amennyi időm áll rendelkezésre, másrészt majd elmondom menet közben az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Azért fussunk röviden végig az életrajzán. Tehát Makón született a Hossz utca 63 számú házban, látni fogjuk a képét. Az elemi iskoláit természetesen Makón végezte, miután református gazdálkodó családba született, az újvárosi református iskolába végezte el az elemi iskola alsó 4 osztályát. Ezt követően a belvárosban fejezte be az általános iskolai tanulmányait, és mint az elhangzott, ebben az épületben, amit akkor fém- és faipari szakiskolának hívták, itt végezte el a középfokú tanulmányait. Ezt követően került Budapestre a Magyar Királyi Felsőipariskolába. Itt 901-ben szerezte meg az oklevelét, és a következő adat, amihez már kommentárt kell fűznöm, önkéntes katonaság. Galab József ugyanis úgy tervezte még ekkor az életét, hogy minél előbb és minél rövidebb idő alatt teljesítsem a katonai szolgálatot. Ezt akkor lehetett megtenni, ha önkéntesen bevonult, mert ha nem így teszi, akkor hosszabb ideig lett volna katona, és később vonult be, tehát az életének első szakaszából nagyobb időveszteséggel lett volna. Hát az egy különlegessége a dolognak, hogy arra a hajóra osztották be, tisztképzésre, amelynek a parancsnoka akkor éppen Horthy Miklós volt. Később többször találkoztak az életük során, és ennek lettek hozományai is. A diploma megszerzése után különböző helyeken helyezkedett el Galab József Magyarországon. Ezek közül a legfontosabb talán az aradi Márta, az első magyar autógyár. Ez azért fontos, mert itt kapott ösztöndíjat, hogy utazzon el Nyugat-Európába és tanulmányozza az ottani autógyártást. Tulajdonképpen ezzel kezdődött az ő nagy kalandja, mert miközben Hollandiában, Németországban, Belgiumban dolgozik az Adler autógyárnál többek között, megtudja, hogy 1904-ben az amerikai St. Louisban lesz egy autó világkiállítás. Innentől kezdve erre gyűjtötte a pénzt, és közben dolgozott különböző munkakörökben. 1904-ben el is ment a St. Louis-i autó világkiállításra, ahol találkozott azokkal a barátaival, akikkel együtt utazott Amerikába, két iskolatársával, Farkas Jenővel és Balogh Károllyal. Itt is megállok egy pillanatra, hogy mindjárt bevezetőben érzékeltessem Galab Józsefnek az emberi nagyságát. Galab József elég jól keresett ezekkel a szakmunkákkal Nyugat-Európában. Annyi pénze volt, hogy bőven első osztályon utazhatott volna Amerikába. Igen ám, de a másik két barátjának annyi pénzen sem volt, hogy harmadosztályon el tudjon jutni Amerikáig. Ezért természetesen
Galamb József megosztotta velük a költséget, és valamennyien harmadosztályon elérkeztek New Yorkba. A következő fontos dátum, ugye 905-ben a Detroitba kerül, ugye a barátai unszolására elmegy Detroitba, ami akkor az amerikai éledező amerikai autógyártás fellegvára volt, és amikor itt körülnézett, akkor úgy döntött, hogy ez az ő világa, itt fog maradni, és az autógyártásba fogja hasznosítani a Magyarországon szerzett tudományát. Hát ez így is történt. Itt látszódnak ugye a magánéleti adatai, házasságot kötött, két leánygyermeke született, és 44-ben egy súlyos szívrohamon után vonult vissza. Egy fontos dátum az, hogy 1952. január-februárjában egy Owen Bomber nevű amerikai újságírónak adott 2 órás interjút, aminek Bomber elkészített a írásos változatát is, ami rendelkezésünkre áll, 156 oldalnyi terjedelmi angol szöveg, amit 2011-ben, amikor Amerikában jártam és a Ford kutatóközpontba eljutottam, ott tudtam megszerezni, és ez most rendelkezésünkre áll. A szomorú dátum az 1955. december 4, amikor meghal. Nézzünk egy képet azokból, amiket elmeséltem. Ez az a ház, ahol született. Ez a ház, kérem szépen, több mint 160 éves, úgy kell nézni. Amikor Galamb József itt meglátta a napvilágot, akkor szebb volt a ház. Ugye a timpanon napsugaras fa szerkezetű volt, még egy ablak is a ház jobboldali traktusán. De nem ez a lényeg, hanem az, hogyha ránézünk erre a házra, akkor az látszik, hogy még Körmöci Ernő statikus barátomat sem kell felkérni arra, hogy megállapítsa azt, hogy ez a homlokzat elbír-e még egy emléktáblát. Tehát azt mondanám, hogy azon vagyunk, és nagyon remélem, hogy egy év múlva a következő születésnapi évfordulón ez a tábla fel is kerül a ház homlokzatára. Ez az az épület, ahol a első 4 osztályt végezte. A bal oldalon középen látszik egy bordós folt, az az emléktábla, amit az elmúlt évben avattunk, akkor jelöltük meg ezt az intézményt, mint Galamb József egyik iskoláját. Ez a emeletes kép a bal alsó sarokban, Makón most egy általános iskolai épület. Ennek a helyén állt az a földszintes polgári fiúiskola, amelyikben a felső tagozatot végezte Galamb József, és ezt meg gondolom nem kell magyarázni senkinek, hogy ez az épület tulajdonképpen az, ahol most is vagyunk. A következő fontos intézmény ugye a budapesti tanulmányainak helyet adó Magyar Királyi Állami Felsőipariskola, fémipari tagozata, ahol mindazt megtanulta, aminek később nagy hasznát vette Amerikában. Nézzük meg, hogy mi történt Amerikában. Cél az, hogy eljusson San Luisba az autóvilág kiállításra, de közben dolgozik itt a környéken, többek között Clevelandben, és végül is Detroitba köt ki. Egy település mutatott meg még Amerika térképen, a Seattle. Hogy miért mutatom, az majd a későbbiekben. Hát miért volt Galamb József egy példamutató mérnök, sőt miért az még mindig a mi számunkra? Hát elsősorban azért, mert voltak és ma is vannak követői. Pavlics Ferencet említem elsőként, aki a holdautó fő konstruktőre volt, és ebből a holdautóból az Apollo 15-16-17-tel egy-egy darab felkerült a holdra, tehát elmondhatjuk, hogy ez a három
Pavics által tervezett autó ékesíti ma a Föld, a Hold felszínét. Meg kell említeni Bejci Antal nevét, aki őt követően ugye 96-ban Pathfinder szondának szerkesztette meg a Mars kompját. Varényi Béla, akit az autóbiztonság atyaként emlegetünk, 2500 találmányával járult hozzá az automobilizmus fejlődéséhez. És mi véletlenek vannak, én is hívom, szólítom Anisics Ferencet, a dízelpápát, azért a gondolatáért, amit olvashatunk hivetítőn, és érdemes felolvasni. A mérnökök, mint professzionális intellektusok visszatérése az ország vezető elitjébe parancsolóan szükséges követelmény ma Magyarországon. Ezt most mondta el, nem olyan régen. Mutatnám a Pavlics féle Hold kompot ezen a képen. Hát mitől volt Galamb József magyar? Hát nem csak azért, mert Magyarországon született, nagyon sok ember van, aki Magyarországon született, és mondhatjuk azt, hogy bár ne hallottuk volna magyarként a történetét, de Galamb József élete végig megtartotta magyarságát, ennek számos jele volt, többek között az, hogy nem szerette, hogyha Joe Galambnak hívják, és a Clevelandi Szabadság című újságot élete végéig járatta. Ennél is talán fontosabb volt, hogy 1911-ben, amikor először jött haza Magyarországra, és találkozott a kormányzóval is, és előadást tartott a mérnökkamarába, javaslatot tett egy Ford gyár magyarországi megépítésére. Tessék elképzelni azt, hogyha 1911-ben Magyarországon Ford autógyár épült volna, milyen következményei lettek volna. Hát nem akarok ebbe belemenni, de a nemzetközi politika ugye ebbe is beleszólt, mert bizonyos hozzánk közel álló nagyhatalmaknak versenyt jelentett volna, bejön az amerikai termék, és ezt ugye nem szívesen látták volna. Adomány gyűjtött, illetve adott a református templom harangjához. Ehhez képest ki kell emelni azt, hogy azt a gondolatát, amit elmondott Budapesten a kamarai előadásában, és ez megjelent a akkori makói újságokból is. Én messze idegenből, fájó szívvel nézem szegény hazám keserves erődését. Hogy újra talpra tudjon állni, ahhoz minden magyar megfeszített, egyetértő munkájára lesz szükség. És most szeretném ezt az idézetet folytatni dr. Tóth Ferencnek 2012-ben kiadott füzetéből, mert igazából Galamb József magyarságát és emberi nagyságát még jobban meg tudjuk érteni. Nekünk idegenben szakadt magyarok az a meggyőződésünk, hogy az ország újjáépítésében mindenkinek részt kell venni, aki magyarnak született, bárhova is jutatta a sors szeszélye. Ennek a kötelezettségnek akarok részben eleget tenni, amikor egy vagy több makói születésű felsőipariskolai tanuló segélyezésére Makó városánál 100 000 koronás ösztöndíjat teszek. Gondolom, ehhez nem kell kommentárt fűzni. Nem nagyon értette Galamb József már a 30-as években, hogy Európa miért marad le az autógyártásba, holott hamarabb kezdődött az autógyártás Európában, mint Amerikában. Arra is hivatkozott többek között, ugye, hogy az amerikai automobilizmus az megteremtette az amerikai közúti közlekedés alapjait, a közutakat. Ugye 10 év alatt megváltozott a helyzet Amerikában, mondja Galamb József. Most lehet, hogy nálunk ehhez 30 vagy 40 év kell, de minden esetre ezen az úton elindultunk. Hát elismerjük a magyarságát, és ebben látszik, hogy a Magyar Posta élen járt, hiszen áttörés volt az, amikor 1975-ben valaki már mert Galamb Józsefről Magyarországon nyilvánosan beszélni, és egy emlékbélyeget adtak ki 1975-ben. És már is hozzá kell tennem, hogy 2 nappal ezelőtt Budapesten a Ford központban egy újabb
bélyeg sorozatot mutatott be a Magyar Posta, amelyet annak az emlékére adott ki, hogy most 100 éve annak, hogy megkezdték a Fortimodának a futószalagos sorozat gyártását. Bakón nagyon sok minden történt ezóta. 81-ben az első tábla leleplezése történt meg, aztán fölvette a Szakmunkásképző Intézet Galamb József nevét. 2000-ben Makóváros díszpolgára lett posztumusz. 2001-ben országos konferencia volt az ő munkásságának tiszteletére, és ez alkalommal lett leleplezve a város főterén, a Szoborparkban Galamb József mellszobra. A Magyar Nemzeti Bank sem maradt ki a sorból, 2006-ban egy emlékérmet bocsájtott ki Galamb József és a Ford T-modell tiszteletére. Ezt követően 2008-ban a akkori Bánki Donát Főiskola emlékszobát alakított ki, amiről gondolom a BKM majd fog néhány szót szólni. Én viszont azt mutatom be, hogy a Makói Múzeumban látható ez a T-modell, ami most egyébként itt van a kar épülete előtt. Ezt Makó városa vásárolta meg, és jelenleg is a múzeumban látható, amikor nem kell kivenni onnan. Nagyon reméljük, hogy sokszor ez már nem fog megtörténni, hiszen újabb T-modell érkezik a városba, és akkor a múzeumban lévőt szerencsére már nem kell mozgatni. Hát tekintettel arra, hogy egy mérnökkari épületben vagyunk, gondolom, hogy nem fölösleges, hogyha az itt lévő, különösen a hallgatók tudják, hogy mit jelent az a mérnök, és miből származik ez a szó, ez a magyar szó. Ugye a nyelvújítás folyamatában Kunos Endrétől kaptuk ezt az elnevezést, de ez különc elnevezés. Az európai, tehát a germán, az angol száz, a szláv nyelvekben is ugye egészen másként hangzik a mérnöki elnevezés azért, mert igazából a latin ingenium elnevezésből vezették le a többi nyelvek a mérnök kifejezést, az ingenium pedig nem mást jelent, mint tehetséget és leleményességet. A magyar megközelítés ennél egy kicsit bonyolultabb, amikor Kunos Endre hozzányúlt a szóhoz, akkor még úgy hívták a magyar mérnököket, hogy geometra és ingenier. Hát, hogy a mérnök fogalmat hogy találta ki, valószínűleg tartom, hogy azért, mert azért akkoriban a földmérő mérnökök dolgoztak elsősorban, tehát a mérnöki tevékenység fő része volt a földmérés, de ez lehet, hogy csak az én egyéni gondolatom. Egy viszont biztos, hogy van a mérnöki filozófiának egy olyan megközelítése, hogy a mérnök az mindent megmér. Amit nem tud megmérni, azt mérhetővé teszi. Hát amit nem tud mérhetővé tenni, azt ugye számolni kell. Hogy ez mennyire igaz Galamb József esetében, Galamb Józsefnek volt egy speciális ezüst colostokja, amit mindig magával vitt. Ez a család hagyatéka és a Makói Múzeumban megtekinthető. Halmágyi Pár igazgató úrnak a gyűjtésében. Szóval megszerezte a képesítését, és a munkásság alapján azt mondhatjuk, hogy Bánki, Kandó, Vér és a többi igazi nagy magyar gépészmérnök sorába tehetjük. De nem csak tehetséges volt, hanem példamutató diák is, és rendkívül fegyelmezett és precíz, amit ugye a rajzai egyértelműen mutatnak. Erről én csak egy-két vázlatot teszek föl, mert a dékán úr gondolom ennél sokkal látványosabbakat is fog mutatni. De Galamb József kíváncsi és céltudatos is volt. Én nagyon régen vallom azt, hogy a jó mérnökök a kíváncsi gyerekekből, fiatalokból lesznek. Hát, hogy ő kíváncsi volt, az biztos, hiszen tudjuk, hogy azért ment San Luisba, hogy megnézze, hogy amerikai ipar hogy fejlődik, és ezen belül aztán mi van a gépjárműgyártással. A minőségről ugye, azt tudjuk, hogy a T-modellnek a legérdekesebb, értékesebb darabját a
a bolygókerekes sebességváltót ő maga tervezte, és ez olyan minőségű, hogy legyártottak több mint 15 millió darabot minden változtatás nélkül, és ma is van a működő 100 000 autóba, javítás nélkül működnek az általa tervezett sebességváltók. Hát, hogy az igaz-e, hogy egy nap alatt készítették el a Ford traktor terveit, azt nem tudom, van, aki három napot mond, van, aki egy hetet, de az biztos, hogy a Galamb által vezetett mérnök csapatnak volt néhány munkával eltelt napja, éjszakája, mire meglévő fődarabok felhasználásával megtervezték azt a Forzon traktort, amiről majd még érdemes lesz pár dolgot elmondani. Galamb József nagyon sok oldalú volt. Magával a T-modellel kapcsolatban is bemutatta, hogy minden részéhez ért az autónak, az alváztól kezdve a villamos rendszeren, a gyártás technológián keresztül, a gyárépítésen keresztül teherkocsit tervezett, repülőmotort is tervezett az első világháború idején a Liberty nevű repülőgép motorból, majdnem 4000 darab készült el. Egy harckocsit is tervezett, ami nem vett részt az első világháborúba, de azt is megtette, hogy a víz sem maradjon ki a területéről. Tengeralattjárót ugye nem tervezett, már akkor megjelentett az első tengeralattjáró, viszont tervezett egy olyan radar-szolár rendszert, amivel meg lehetett találni a tengeralattjárókat. Hát néhány modellt mutatok be csak a T-modell különböző változataiból. Ennél a képnél azért kell megállni, mert ez egy olyan terepjáró volt, amit ma ezek a több tízmilliós crossoverek messze nem tudnak megközelíteni, két ok miatt. Ugye látszik, hogy elég magas volt a jármű, de ami ennél is fontosabb az, hogy ezzel a bolygókerekes sebességváltóval, illetve azzal a két pedállal, amivel lehet működtetni, lehet kapcsolni előre-hátra, ezzel a két pedállal úgy lehetett játszani, hogy előre-hátra beindult az autó, és egy viszonylag nagy kátyúval is ki tudott jönni, anélkül, hogy hátulról tolni kellett volna. Többek között ezekért a tulajdonságai miatt vált rendkívül népszerűvé, de nézzük meg azt, hogy a vevők, a felhasználók is milyen találékonyak voltak a tekintetben, hogy mi mindenre jó egy T-modell. Hát itt látszik, hogy egy Turing ugye erőgépként van használva, szíjátételeken keresztül valószínűleg egy termény darálót hajt meg. Látszik, hogy egy fazon önti bele a gépbe a szemes terményt, aminek a darálását ez végzel. Hát ezekhez nem fűzök magyarázatot, de látszik, hogy például a vasúti működésre is alkalmas volt. Hát ez is egy kuriózum. Ritkán lehet látni ilyen buszkabriókat, bár lehet azért turisztikában hasznosítják ezeket. Hát kérem szépen, no comment. Én ugyan az esélycsatornát hiányolom róla, de a fantázia azért. Itt van az említett könnyű harckocsi, amit nem igen használtak. Természetesen tűzoltójárművek készültek, teherautó készült, pick-up készült. Hát nem tudom, hogy valamelyik sarkot megjárták ezekkel a hójárókkal, de emelőgép működtetése is kiválóan alkalmasak voltak ezek. Kérem, ez nem egy Székely Bertalan kép, ugye a szénás szekér, hanem ez egy T-modell, teher változatban, eszméletlen sok szénával. Galamb József mérnöki munkásságának az egyik legfontosabb része az innovativitása. Ennek ugye a sebességváltót tartjuk a legfontosabb elemének. Erről is fogok majd beszélni, de ugye ezen kívül ugye nagyon sok mindenből levezethető az, hogy a Ford T-modellbe az akkori legújabb technikákat építették bele.
rendkívül nagy újítást jelentett, például a levehető hengerfejnek a megalkotása, amit Farkas Jenő barátjával csináltak meg. Nem hitték el addig a korábbi motorgyártók, hogy lehet levehető hengerfejet csinálni. Ők megcsinálták, és ennek ugye, hát ma már tudjuk, hogy számtalan előnye van, nem is tudnák elképzelni egy motort ennél. Nagyon fontosnak tartották a csereszabatosságot, amit a fegyvergyártótól applikáltak be a T-modellbe. Az volt az elv, hogy ne kelljen javítani, legyen tartalékalkatrész, ez csereszabatos, és a falu fiatal kovácsa is ki tudja cserélni az alkatrészt, vagy esetleg a nagy muszáj ki is tudja javítani. Ugye a sorozatgyártáshoz át kellett venni a futószalagot, amit kisebb termékek előállításánál használtak, a tejhortól. Hát erről is sokat lehetne beszélni, de ami még nagyon fontos az az, hogy már ekkor divatosak voltak a túlcsicsázott, krómozott, fényezett, nagy, több tonnás autók, amikkel szemben ugye Ford és Galamb József azt a változatot választották, hogy a legkönnyebb, a legegyszerűbb és a legbiztonságosabb autó szülessen meg. Itt van egy metszete a galambféle bolygókerekes sebességváltónak, és itt ez látszik fényképen is. Azért nem beszélek róla többet, mert most elmondom egy vágyamat, azt szeretném, hogyha én helyettem egy év múlva ebbe a terembe egy hallgató vagy egy hallgatói csoport magyarázná el a bolygókerekes sebességváltó működését. Mik voltak azok a zseniális ötletek, amivel Galamb József egyedül rájött arra, hogy kell olyan sebességváltót csinálni, amiben nincsenek tolókerekek, nincsen belső fogazású kerék. Hát ezt meg kellene fejteni azoknak, akik majd ezt a sebességváltót működtetni fogják. Arról nem is beszélek, hogy a fogazást akkor már betétezéssel erősítették meg, és így tovább. Itt látszik ebből a bizonyos futószalagból egy rövid részlet, aminél ugye azt kell rögzíteni, hogy ahhoz, hogy olcsó lehessen a T-modell, ahhoz kellett a futószalagos gyártás. Ez nyilvánvaló, mert ez biztosította a hatékonyságot. Az olcsósághoz. De az olcsóság nem elég volt, a minőséghez kellettek azok az újítások, amikből néhányat fölvetettem. Egyet kell még hangsúlyoznom, ez a vanádium ötvözetű acélnak a felhasználása, amellyel lényegesen tudták csökkenteni a gépjárműnek a súlyát. Márpedig, ha könnyű a kocsi, akkor nyilván olcsó is, és a biztonságot pedig a minőséggel állították elő. Ehhez kellett a jó anyag, és kellettek a jó ötletek. Hát, hogy nem véletlen, hogy ezek után ennyi jó tulajdonság mellett, ugye a 20. század végén, 97 és 2000 között a szakújságírók is, és az internetes szavazás alapján is a Ford T-modelljét a 20. évszázad autójává választották. Tehát ez maga a T-modell, amelyik minden idők legjobb népautója címet is megkapta. Egy magyar csillagász kisbolygót nevezett róla. Amerikában számos könyv jelent meg a Ford T-modellről. Ugye itt ez épp az a könyv, amelynek az a címe, hogy az autó, amelyik kerekekre ültette a világot. Itt a legendás T-modellről van szó. És elérkeztünk Galamb József munkásságának egy másik fejezetéhez, a Fordzon traktorhoz. A Fordzon traktornál Henry Ford ugyanazt a koncepciót vallotta, mint a T-modellnek. Könnyű legyen, olcsó legyen, a farmerek meg tudják venni. És ezt Galamb József és csapata megterveztett a Fordzon traktort, amiből majdnem 4 millió darabot gyártottak, jutott belőle bőven Európába is, sőt Magyarországra is. Az sem véletlen, hogy itt most éppen cirilbetűs feliratokat látnak, mert
a Szovjetunióba is jó pár százezer darab került ezekből a traktorokból. Magyarországi jelentősége nem csekély. 1928-ban összesen 6000 darab traktor működött Magyarországon. Ebből a 6000 darab traktorból 3000 darab Forzon traktor volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a Forzon traktor forradalmasította az egész világ mezőgazdaságát, ugyanúgy, mint ahogy a T-modell hozzájárult Amerika és később az egész világ gazdasági fejlődéséhez. Térjünk vissza Galamb Józsefre, mint kiváló emberre. Galamb József ugye hűséges típus volt, Makói családjához különösen vonatkozik ez, de hűséges volt Henry Fordhoz is. Pontosan tudták egymásról, hogy ki mit köszönhet a másiknak, erre még talán visszatérnék. De Galamb József öntudatos ember is volt, akkor, amikor még ugye ő a magyar-német nyelvtudásával megjelenik Európában, meg kell neki tanulni angolul, és akkor, amikor a Fordhoz elhelyezkedik, akkor még nem tökéletes az angolja, viszont az előmenetele meg rendkívül gyorsan íven fölfele. Természetesen a többi kollégák azok ezt nem hagyták megjegyzés nélkül, és szóvá tették, hogy még angolul se tud ez a magyar, mit keres ez itt. És akkor ő mondta ezt, hogy úgy vélem, hogy ebben a gyárban alkotó is nem beszélő mérnökökre van szükség. Aztán egy másik történet, ami legendássá vált. Volt egy óra Galamb József életében, amikor három munkahely közül kellett választania. A Cadillacnél volt korábban, és ő 20 dollárt kért, 18-at ajánlottak neki, de adtak neki egy vizsgamunkát, hogyha ezt lerajzolja, megszerkeszti és visszaviszi, akkor lehet, hogy megkapja a 20 dollárt. De közben elment a Fordhoz, fölvették 20 dollárért, de visszament a Cadillachez is, bemutatta, hogy megcsinálta a feladatot, azonnal fölveszik 20-ért. Hát köszönöm szépen, de már a Fordhoz fölvette. A Galamb családban 7 gyermek született, 5 fiú és 2 leány. Bocsánat, 6 fiú és 1 leány gyermek született. 2 fiú gyermek egész pici korában meghalt, a leányzó az később, úgyhogy ők 4-en maradtak. 4 fiú testvérnek a képe látszik ezen a képen. Itt látszik a első kislányával, Claire-rel 22-ben. És a magánéletébe beleérve egy kicsit, itt ez egy nagyon gyenge fölvétel. Annyi látszik, ugye, hogy van valami kandallóféle, fölötte egy képkeretet látunk, középen lent egy Mikulás figura, mellette pedig egy kislánynak a kontúrjait lehet látni. Hát ez a szalonjába készült ez a kép Galamb Józsefnek, és a kandalló fölötti kép pedig ez a Munkácsi Mihály nagypapa című szalon zsánere. Ezt azért mutatom be, mert beszélni kell majd arról, hogy Galamb József nem csak szakmai sikereket ért el, hanem hát jómódú polgárrá vált Amerikában, és bőven megtette azt, hogy Munkácsi képet vásároljon. Munkácsi amerikai bevezetés egyébként a szintén makói születési Pulitzer Józsefhez kötődik, tehát tudta nyilván, hogy egy magyar festőről van szó, képet vett tőle, nagyon népszerű volt már akkor is Munkácsi. Egyébként ez a kép, amit itt látható, az körülbelül három évvel ezelőtt Budapesten több mint 100 millió forintért kelt el egy aukción. Mindemellett szerény volt, nem hencegett sem a vagyonával, sem a tudományával, az a 27 szabadalom, amit csinált, az mind a Ford színeiben lett bejegyezve. Szolidaritás volt nem csak a kollégáival, a munkásokkal is, rávette Fordot arra, hogy emelje fel a munkabérüket, és a többi gyár utána nem tudott mit csinálni, ment Ford után, és így járult hozzá az amerikai munkásság. Hát jobb életéhez.
nagyon segítőkész és megértő is volt. A Farkas Jenő többször is elment a forttól máshova, mindig elintézte, hogy visszajöhessen. Kérem szépen, két képet látunk most a kivetítőn. Hát elmondom a leckét, mert annak is legendája van, hogy milyen tekintélye volt Galamb Józsefnek a Fordnál, és személyesen Henry Fordnál is. Ugye egyrészt csak Galambnak mondta azt, hogy Joe, a többi az Mr. Lewis vagy Mr. Sorensen, mindenkit úgy szólított. Galamb József az csak Joe volt, és amikor egy komoly döntést kellett neki hozni, akkor mindig azt mondta a tárgyalás végén, hogy well, I will ask Joe, majd megkérdezem a Joe-tól, hogy mi a véleménye erről. Hát ez az a sírkő, ami jelzi a halálát. Galamb József 44-ben vonul vissza a szívroma után. Talán érdekes az, hogy mi történik, amikor ő vissza vonul. Nem biztos, hogy közvetlen összefüggés van a két baromi nagy bukás és Galamb József visszavonulása között, de a tények mégiscsak azt mutatják, hogy ebben az időszakban a Fordnak két hatalmas bukása volt. Az egyik az Edszerről elnevezett modell, ami egy luxus autó lett. Ed Ford Edsel, Henry Ford egy fia volt, ő sajnos korán meghalt, és az ő tiszteletére az idősebb Henry Ford adta ki a parancsot, hogy akkor most csináljunk egy mindentudó luxus autót. Néhány évvel később megcsinálták 70-ben a Pintót, ami egy kicsi kocsi volt, annak is olyan biztonsági problémái voltak, hogy ki kellett vonni a piacról. De rövid időn belül két nagy bukást élt meg a Ford, miután Galamb József eljött onnan. Ez az a bizonyos egyszer típusú Ford, ami hát nem aratott nagy sikert Amerikában. Érdekes a kérdés, mi lett volna, a Galamb József itthon marad. Galamb József találkozott Csonka Jánossal azokon az előadásokon, amiket Galamb József a Budapesten a mérnök egyletben, mérnök kamarába tartott annak idején. Nem gondolom, hogy a porlasztó ügyet megbeszélték, bár nagyon jól tették volna. Mit csinálna ma Galamb József? Hát nem tudjuk, de biztos, hogy lenne ötlete bármelyik területen. De mit kellene nekünk csinálni? Hát sok mindent kellene, nem akarom felsorolni, de hogy van még dolga mondjuk a Szegedi Egyetem mérnöki karának is, van azért még Makóvárosának is, de lenne bőven a magyar államnak is, hiszen egy olyan névről van szó, ami nem csak az egyetem és a város imázsát javíthatná, építené, hanem az egész országét is. És akkor itt mondom el, hogy hát jó lenne, hogyha lenne egy Galamb József múzeum is, történetesen nyilván Makón, ugyanúgy, mint ahogy Csonka Jánosnak is van Budán, a Bartók Béla úton egy múzeuma. Ez a múzeum akár lehetne abban az épületben is, ahol valamikor a makói Ford lerakat és műhely működött. Ennek a lepusztult homorúzatát látjuk, valamikor itt voltak a reklám festmények és feliratok. Így nézett ki udvarról nézve maga a műhely. Néhány gondolatot összefoglalóan, tehát Galamb Józsefről. Egy egészen nyilvánvaló, hogy nagy szerepe volt abban, hogy először Amerikát kerekekre ütették, és ezután, mint a járvány elterjedt a világba, és a máj napig tart. A másik rendkívül fontos dolog, ami a mezőgazdaságot forradalmasította az egész világban. Nézzük meg azt, hogy ebből mi látható ma az amerikai utakon, vajon milyen autók futhatnak az amerikai utakon. Természetesen csak Fordokat fotóztam. Hát ilyenek a hűtőmaszkok, ilyen a vége. Azt lehet látni, hogy divatos most ez a rusztikus, rácsos hűtőmaszk. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. De összességében azt lehet mondani, hogy az amerikai utakon forgalomban lévő Fordok, azok
nem igen különböznek attól, mint amik Európában, vagy éppen Magyarországon futnak. Tehát vége van annak az időnek, amikor ilyen több tonnás autókat gyártották, olyat, aminek ugye egyharmad része a motortér, egyharmad az utastér, és még egyharmad csomagtartó is mögötte. Ma már ezt nem nagyon lehet megengedni. Ezekről beszélek. Ilyet, hát nagy szerencsém volt, hogy egy ilyet tudtam elcsípni. Aki ilyet akar fotózni, az inkább Kubába menjen szerintem. Ezzel az amerikai Mondeóval megtettünk néhány ezer kilométert az amerikai úton során, és természetesen Detroitban, a háttérben látszik a bal felső sarokban a Fordnak az egyik központi épülete, Detroitban és Dearborn-ban minden Henry Fordról szól, természetesen a rendőrautók is. Hát mit köszönhetünk Galamb Józsefnek? Tényleg megint összefoglalóan hírnevet, lerakatot, traktorokat, ösztöndíjat, adományt, Horthy István tanulmányútjának a megszervezését, előadásokat, Fordgyár építési javaslatot, és láttuk azt is, hogy egy ideális polgár példaképét láttuk a szalonnyában. Hát itt hozzá kell tenni, ne kerülgessük a forrókását, az is köztudott, hogy Galamb Józsefnek a Ford főmérnökeként több fizetése volt, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Én úgy gondolom, hogy ezt is lehet az élmunkának példaképnek venni. Nem gondolom, hogy ez szégyelni kellene. Igen. De mindezzel együtt is, a szerénységével együtt is, egy kifogástalan ember és egy zseniális mérnök példaképét vetíti elénk. És Emil Jelineket idézném egy gondolat erejéig, ez ma is igaz Magyarországra, de Emil Jelineket még egy aspektusban szeretném beidézni. Hát itt többségben férfiak vagyunk a teremben, úgy látom, néhány hölgy, őtőlük elnézést kérek. Ennek az Emil Jelineknek volt, van egy leánya, amit szerintem a jelenlévő férfiak közül majdnem mindenki megkívánna, és nagyon szívesen magáévá tenne. Van is néhány a itt ülők között, szerintem egy-kettő talán, aki már túl is van ezen, ugyanis ez az Emil Jelinek az, aki a Daimler-Benz forgalmazást megszervezte Európába és a világba, ami autókat az ő lányának a nevéről Mercedesnek nevezték el. De nem volt egy buta ember, az abból is látszik, hogy ugye ezt nem kell felmondanom, hanem nézzük meg azt, hogy hogyan igaz az ebben az esetben ez a magyar mondás. Opel gyár Szentgondhárd, Suzuki gyár Esztergom, Audi gyár Győr, Mercedes gyár Kecskemét. Hát ez Billingstől származik ez az idézet, és Galamb József és Henry Ford. Henry Fordról viszonylag keveset beszéltem, de nem lehet külön-külön beszélni róluk. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mire jutott volna Galamb József Henry Ford nélkül, és viszont. Néhány érvet hagy tegyek emellé. Ugye Galamb József Henry Ford nélkül nyilvánvalóan, vagy nagy valószínűséggel nem tudta volna megvalósítani a nagy amerikai álmot. Kimegy egy szegény legény Magyarországról, befut Amerikába és hatalmas vagyonra tesz el. Ugyanakkor egy másik ágon egy ír Ford nevű család kiköltözik, egy katolikus ír család Amerikába néhány évtizeddel korábban is, de két ember Amerikába találkozik. Mi lett volna, hogyha Galamb József nincs ott akkor, amikor Henry Ford
azt mondja neki, hogy na Joe, szedd össze a cuccaidat, menjünk föl, és most tervezünk egy új autót. Ha nem látta volna azt, hogy Galamb József mire képes az addigi munkái alapján, tehát az egy érdekes dolog lett volna, hogyha nem ilyen sikeres a T-modell. A T-modell megszületett volna Galamb József nélkül is, de nem biztos, hogy ilyen jó sikerült volna. Sőt, biztos, hogy nem. Ha pedig nem jött volna be a T-modell, akkor nincs belőle egy 15 milliós széria, nincs megalapozva a Ford családnak a vagyona, amiből a későbbi fejlődés történik. Hogy mi ez a fejlődési ív, arra azt adatot kell elmondanom, hogy az autógyártás történetében eddig körülbelül 4000 vállalkozó próbálkozott. Ebből 200 van most is olyan helyzetben, hogy autót gyárt. Ezek közül a Ford a világvezető a tekintetben, hogy működése alatt a legtöbb autót készített el, ugye az autógyártás kb. 130 évében a Ford autók száma, ami elkészült, több mint 350 millió. Ezen belül a T-modell külön rekordokat tart, mert a 15 milliós széria számot azt majd csak az 50-es években éri el a Volkswagen bogár, tehát majdnem egy fél évszázadig tartotta a világ rekordot a T-modell. Ez alapozta meg a Fordnak a további fejlődési lehetőségét is. Nyilván, hát itt is látszik, hogy a két ember együttműködése volt igazán. Most kellene nekem a klip, és most azt kérem, hogy igen, hogy egy pár percig csendben legyünk, azért, hogy lássuk is, meg majd halljuk is Galamb József hangját. Race, races, one mile race, automobile race, you know. I used to go to a racing car, design the car, racing car, you know, and mm-hmm. go to the races and see everything is all right. We're driving up with two, three cars, you know, about 8-10 of us in the whole party. Szóval arról van szó, hogy ugye arról nem beszéltem, hogy Galamb József versenyautókat is kénytelen volt tervezni, mert Henry Fordnak ez volt a kívánsága. És Galamb ugye mondja, hogy hát ez lehetett, tehát hogy versenyezzünk mi a 200 lóerős Bitzen Benzel, ami 20-30 lóerős autóinkkal. Elmondja ugye Henry Ford, hogy lehet ezt megcsinálni, és akkor mi történik? Az történik, hogy az amerikai autóklub megszervezi az első autó megbízhatósági versenyt. New York, emlékszünk rá, Seattle, fönt az államok északnyugati csücskébe, 6500 kilométer. Elindul az összes akkori márka, melyik élbe elsőnek? Hát a Ford T-modell. Természetesen 23 nap alatt teszi meg ezt a 6500 kilométeres utat, akkor, nem az Alföldön, hanem Amerikában, és 1911-ben. Tehát végül is ebben a tekintetben is nagyon sikeres, eredményes volt Galamb József. És akkor, hát én azt hiszem, hogy nem kell elővarázsolnom még egyszer azt a táblát. Befejező gondolatként mindössze annyit mondanék, hogy nagyon köszönöm, hogy Galamb József a jövő mérnök generációinak példaképe lehet. Én köszönöm a figyelmüket, és befejezésként ebből a hanganyagból, ami több mint egy órát tartalmaz ez a CD, abból a 6 órás interjúból, amit Galamb József adott, ebből egy-egy példányt átadnék Makóváros polgármesterének.
két dékán úrnak, köszönöm. Budapesti Ógyai Egyetemnek. Nagyon szépen köszönöm Megyesi Pál elnök úrnak, most így szólítom, kamarai elnök úrnak kiváló érdekfeszítő előadását, amely hál' Istennek hosszabb volt, mint amennyire eredetileg tervezte a szervező bizottság, de olyan élvezetes volt, hogy nem vettük észre, hogy elrepül az idő. Az időtől függetlenül engedjenek meg nekem három rövid gondolatot. Rendkívül gondolatébresztő volt az előadás, és sok minden eszembe jutott, de ezek közül egyet hagy emeljek ki Galamb Józseffel kapcsolatban. Futószallaggyártás előtte nem létezett. Hogy most Ford találta ki, vagy Galamb József, nem tudom. Dékán úr említette ezt nekem itt útközben, hogy az viszont biztos, hogy Galamb József olyan autót tervezett, amely lehetővé tette egyáltalán a futószalaggyártást, és később a Fordon traktor kapcsán is meglévő elemekből épített össze, tehát egy ezen a területen is újdonság volt a dolog. Elhangzott az előadásban Pavlics Ferenc neve is. A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata 3 évvel ezelőtt Pavlics Ferencet tüntette ki a Botka Imre díjjal, és azért említem ezt, mert szeretném fölhívni a Csongrád megyei Mérnök Kamara elnökségét és gépészeti területét, hogy ne csak a, ahogy az előbb említettem, a havut őrizzük, hanem vigyük tovább a lángot a ma zseniális tervező és létező mérnökeire, hívjuk fel a figyelmet, kérem a Csongrád megyeieket, nézzenek körül a házuk táján, és tegyenek javaslatot arra, hogy ki legyen az ezévi Botka Imre díjas. A hamut is kell őrizni, ebben az évben Kármán Tódor, akinek neve szintén ott szerepelt, mint kiválóság, Kármán Tódor halálának 50. évfordulója van, amikor májusban megemlékezünk erről is. Tehát mind a kettő fontos, őrizzük a hamut és vigyük tovább a lángot. És most felkérném a következő előadást, Galamb József szegedi évei címmel Mészáros György tartsa meg az előadást. Tisztelt emlékül és hölgyeim és uraim, meghívott vendégek, miután nem sok időm maradt. Én abból készültem, hogy a Galamb Józsefnek a képzése, a tanulmányai, az ő habitusa, hozzáállása milyen üzenettel bír a mai hallgatók felé, illetve hát néhányan ugye korosabb mérnökök is rácsodálkozhatunk arra, hogy több mint 100 évvel ezelőtt hogy alakult itt az oktatás. Több képpel készültem, de a lényeg az, hogy megtaláltuk, és az Óbudai Egyetem dékánya elküldte azt a képet, ami nagyjából, én azt hiszem, hogy ez akkor épült, mert az ablakok nem látszanak, 1896, a Rókusi templom tornya is még régi, tehát nagyjából ez az az épület, ahol ő az általános iskola 4 osztálya, és ahogy a megyesi vezérigazgató úr mondta, a 4 polgárit még ugye ezzel nagyjából a mi 8 osztályunk Makon végezte, és utána került ide a fa- és fémipari szakiskolába, ami nagyjából egy középiskolának minősül. És az, hogy ez a néhány év, amit itt és Budapesten a királyi állami felsőipari iskolában végzett, írd és mond, itt 2 évet járt, és Budapesten 3-at. Közben nyári gyakorlatokon vett részt, stb. És utána, ahogy az előző előadásban láthattuk, elindult az aradi autógyár ösztöndíjával külföldre, és miután túl sok időm nem volt készülni, hát majd itten puskázni fogok,
és azt szeretném még bemutatni nagyon gyorsan, hogy milyen képességekkel rendelkezett, és hogy nyilatkoztak róla a tanárai, ami kapcsán megérthetjük azt, hogy az egyik a maga idejében, világviszonylatban, ugye beleértve a többi a konkurenciát, a németeket, franciákat, olaszokat, ugye ki volt Egyesült Államok, ott is nagyon sok autógyár, miért volt ő, vagy hogy lett ő a legjobb konstruktőr? Ezeket a képeket azért hoztam, mert látszik a dátumon is, hogy ezeket az ábrázoló geometria rajzait ebben az épületben, ebben az iskolában készítette, méghozzá 15-16 éves korában, és ez azt jelenti, hogy a mai középiskolás első-második osztályos szakközépiskola, vagy mi ugye idősebbek mondhatjuk, Megyesi úrral együtt jártunk a Déri Micsa gépipari technikumba, már 1896-7 van ott, azt hiszem, a dátumon, akkor 14-15-16 évesen milyen rajzokat készített, itt néhány test áthatása természetesen szerkesztette. A perspektívikus ábrázolás, mi nagyon jól emlékszünk, hogy annak idején 3 napig fölvételiztünk a Déribe, és a 3. nap egész nap a szabadkézi rajz és műszaki ismereteinket csekkolták 14 évesen, magyarul, hogy alkalmasak vagyunk-e a pályára. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk most, amikor nem tudjuk, hogy kik jönnek ide, mert beiratkoznak a hallgatók, és akkor szembesülünk azzal, hogy hol is kéne kezdeni az oktatást, mert van, aki ugyan tud rajzolni, de lehet, hogy a többség nem. Néhány képet fölvillantok, ami azt jelenti, hogy itt kiterített palástfelületeket szerkesztettek. Tehát nagyon fontos azt megérteni, hogy tulajdonképpen a legfontosabb üzeneteket összefoglalnám. Galamb József 2 évet járt egy úgymond középiskolába, és valamiért van egy csúszás, bár februári, de 15 évesen került ide. A lényeg a 2 éves középiskolának minősülő képzés, ami ebben az épületben volt. Majd pedig a felsőipariskola Budapesten, ami 3 év. Ez azt jelentette, hogy 20 évesen olyan szakmai tudása volt, és olyan magas szintű mérnöki ismeretei, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy bárhova került, és ugye az első 3 évben a Megyesi úr is említette, körbejárta Európa gépgyárait és autógyárait, és ez azt jelenti, hogy egy külföldi tanulmányi utak során és 5 év alatt szerzett ismeretei alapján képes volt arra az életútra, amit itt az előbb láttunk. Hát ha sikerül, akkor most gyorsan végig szaladunk rajta. Nem tudom, hogy mennyire szerkesztései láthatók. Lehet, hogy még harcol egy kicsit a számítógép vele. Néhány érdekesség. A Horthy-féle kapcsolat ugye nyilvánvaló Pullában, a haditengerészeti kikötőben, az véletlenszerűen ott volt fregat kapitány, ahová ő elment gépésznek, és nem ez az érdekes, hanem az, hogy a fia Horthy István gépészmérnök volt, és ő már akkor Csepelen, mint mérnök dolgozott a csepeli gépgyárban, és utána kérték meg arra, hogy kikerüljön Detroitba a Fordhoz, ahol megkérte külön Galamb Józsefet, aki már akkor befutott főkonstruktőr volt, hogy ne mondja meg, csak a Ford, Henry Fordnak mondta meg, hogy ez a magyar kormányzó fia, a gyárban senki nem tudta, ugyanolyan mérnök volt, mint a többi, és 2 vagy 3 évet töltött ott. Az emlék irataiból azért elmondanám, az itteni mérnöki kar egyoldalúan képzett emberekből áll, a mi egyetemi képzettségünk is magasan felette áll az ittenének. Nem tudom, hogy most hol tartunk ugye ebben, de akkor ugye nagyon büszkén viselték, annak ellenére, hogy nem a Ferenc József Műszaki Egyetemre járt, ugye az Budán, a Gellért szállótól indulnak a régi épületek,
Ő a pesti oldalon, ahogy láttuk a képen, a Hausmann Lajos által tervezett felsőipariskola épületébe, és aztán nem tudom, hogy le tudjuk-e küzdeni ezeket a képeket, nem. Azt én is el akartam mondani, hogy nagyon sok magyar mérnökön és barátján segített. Tényleg, amikor kiértek New Yorkba, végül maradt 27 dollárja neki is, aztán azt elharmadolta, aztán mindenki elindult szanaszéjjel. Ugye fönt az öttó vidékén van, bár ugye Cleveland, Michiganben van, de hát ez a Illinois, Chicago, Detroit és egyéb, és még ugye Buffalo-t is ide sorolhatnánk. Nagyon sok magyar jó szakember került ide ki. Pittsburgh az lent van, ugye ott inkább csehek, németek gyűltek össze az acélgyártás, stb. Itt ez azt jelenti, ezeket a képeket azért akartam megmutatni, főleg a fiatal kollégáknak, a hallgatóknak, hogy 14-15 évesen olyan magas szintű ábrázoló geometriai ismereteket szerzett, és képes is volt erre, hogy ez a térlátás és az egész szakmai habitusa alkalmas volt arra, amit csinált. A másik, hogy a képzés akkor hogy nézett ki? Külön ügyeltek arra, hogy legalább annyi műhely gyakorlatot végezzenek a hallgatók, mint amennyi elméleti órát. Most ugye kötelesek vagyunk rengeteg olyan nem szakmai tárgyat is oktatni, már mindjárt elsőben, amivel túl sokra nem viszük, de akkor ezek a diákok rengeteg műhely gyakorlaton vettek részt. Felsőipariskola tanuló korában visszajött Szegedre a Rokusi MÁV gépműhelybe, stb. És ez azt jelentette, hogy a 3 éves európai, úgymond lakatos gépész körútja során olyan hihetetlen manuális szakmai ismeretekre tett szert, amivel ezt a sikert befuthatta Detroitba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadást, és bár gondolatok bennem most is ébredtek, de most már felkérem Horváth Sárdot, legyen szíves megtartani a következő előadást, amely Galamb József életműse tengere. Köszönöm szépen. Elnök úr, polgármester úr, dékán úr, tisztelt hallgatóság, hadd köszöntsem külön a Szegedi Egyetemnek a hallgatóit, nagyon örülök, hogy hozzájuk is szólhatok. Tulajdonképpen két nagyon érdekes és értékes előadás hangzott el előttem. Több feladatom nincs, pláne mert az előadásomnak az a címe, hogy Galamb József életének üzenete, hogy az elhangzottakat egy picit megpróbáljam összefoglalni. A én mondandómnak is, és azt hiszem az egész konferenciának a mottójául tekinthetjük azt a Széchenyi által elmondott bölcsességet, amit valamennyien ismerünk, és azt hiszem a teremben lévők valamennyien e szerint gondolkodnak. Ennek a lényege ugye az, hogy a jelent és a jövőt múlt nélkül elképzelni, építeni nem lehet. Galamb József azt hiszem háromféle relációban üzent nekünk, a 21. század fiataljainak és kevésbé fiataljainak, őt mint diákot, őt mint mérnököt és őt mint embert is példaképünként tekinthetjük. Ugye az életét megismertük az előző előadások kapcsán, a diák éveit összefoglalva ki kell emelni azt, hogy végig érezni lehetett, hogy ő a mérnöki pályára kezdettől fogva tudatosan készült, szorgalom, önállóság és egy önmagával szembeérzett felelősség az, ami az ő diákéveit jellemezte, és üdvös lenne, hogyha ugyanezt a nagy fiatalsága is képes lenne követni. Az előző előadásban látták azokat a gyönyörű ábrázoló geometriai rajzokat, amiket itt ebben az épületben rajzolt Galamb József. Én ezt a diát érdekességképpen állítottam össze azzal a mottóval, hogy a jó példa is ragadós.
Amikor mi néhány évvel ezelőtt a bánki épületében kiállítottuk ezeket a gyönyörű Galamb József rajzot, akkor azt gondoltuk, hogy azok a diákok, akik éppen ábrázoló geometriai feladatot készítenek, észre se veszik ezeket, de nem így volt, mert megszületett például egy olyan feladat, amit a jobboldali dián látnak, ami ki lett színezve. Én sok ezer ábrázoló geometriai feladatot láttam, amióta ott vagyok, de színeset egyet se, tehát tényleg elmondhatjuk azt, hogy a jó példa is megragadja a fiatalságát. Nagyon fontos időszak volt az 1901-től 1905-ig eltelt időszak Galamb József életében. 1901-ben végzett a felsőipariskolába, 1905 végén lépett be a Ford Motor Companyhoz. Ezt az időszakot ő nagyon intenzíven és tudatosan használta ki. Mindenhol nyitott szemmel jár, gyűjtötte a tapasztalatokat. Ennek a részleteit az előző előadásokban már hallhatták. És egy fontos tanulság valamennyünk számára, a diákok és oktatók, meg oktatáspolitikusok számára is, a következő, hogy az iskola akármilyen jó, hiszen nagyon jó volt ez a középiskola, nagyon jó volt, kiváló tanárokkal, nagyszerű technikai felszereltséggel a felsőipariskola, az iskola mégiscsak az alapokat tudja adni, a jó mérnökké váláshoz elengedhetetlen tapasztalatokat mindenkinek önállóan kell megszereznie. Ehhez pedig nyitottság, az új ismeretek befogadásának igénye és képessége szükséges. Maga az intézmény, amit annak idején a korabeli sajtó a magyar ipari palotájaként apostrofált, egy nagyon jó elmélet és nagyon jó gyakorlati képzést adó intézmény volt, és megint csak azt mondhatjuk, a mára vonatkoztatva is, hogy a ország boldogulásának csak ez lehet a záloga, jó elméleti alapokat és gyakorlati készségeket adó iparoktatásra van szükség. Mérnök hallgatóknak egy fontos üzenet, amit ebben a diában próbáltam meg összefoglalni nevezetesen, az, hogy a rajztudás meghatározó fontosságú a mérnök számára. Függetlenül attól, hogy azt a rajzot ma már számítógéppel készítjük, nem hagyományos módon. Ez a kivetített rajz, ami az N-modell hátsó hídjának a részlete, volt az tulajdonképpen, ami a Galamb Józsefet a siker felé elindította. Ezt a rajzot pillantotta meg Henry Ford, és kérdezte a rajzszerkesztőknek a vezetőjét, hogy ki készítette a rajzot. Ő név szerint nem tudta, azt mondta, valami Dutch. Ő úgy gondolta, hogy egy hollandról van szó. Magához hívatta Henry Ford ezt követően a Galamb Józsefet, és akkor indult ez a már idézett beszélgetés, hogy Joe, van egy ötletem, csináljunk egy olyan autót, ami olcsó, megbízható, könnyen javítható, nagy szériába lehet legyártani. De abban a vezérigazgató úr által említett visszaemlékezésben Galamb József elmondta, hogy a Fordot mindenki őrültnek tartotta. Azt mondták, hogy ezért a pénzért ilyen paraméterekkel nem lehet autót csinálni. Tehát az idő őt igazolta, és mondhatjuk azt, hogy jó volt, hogy ő mert nagyot álmodni. Ez kellett ahhoz, hogy a Ford T-modell megszülessen, és a világ automobilizmus egy nagy lépést tegyen előre. De Henry Fordtól való ez az idézet, ami érdemes felolvasni, mert nagyon tanulságos. Ha megkérdeztem volna az embereket, mit szeretnének, azt válaszolták volna, hogy jobb lovat, és nem autó. Tehát annak, akinek talentum adatott meg, annak, akinek megadatott, hogy egyetemre járhat, annak kötelessége is van, tehát kötelessége vinni előre a világot. Hallottunk arról, hogy milyen nagyszerű találmány volt ez a bolygóműves sebességváltó. Ennek kapcsán, és a Ford T-modellben megjelenő rengeteg nagyszerű újítás kapcsán, elmondhatjuk azt, hogy Galamb József mérnöki sikerének a titka az volt, hogy ő mert innovatív módszerekhez folyamodni, bátor volt akkor, amikor egy új konstrukciót kellett megvalósítani, bátran kísérletezett ő és munkatársai az anyagokkal, hiszen ők voltak az elsők, akik ebbe a konstrukcióba ötvözött acélt használtak. Tehát ahhoz, hogy mint mérnököt
példaként tekinthessük, és Galamb Józsefnek, mint mérnöknek az üzenetét meghalljuk, célszerű erre rávilágítani. Utaltak már az előttem szólók az esztétikovára és ennek a gyönyörű autónak. És megint szem előtt kell tartanunk. Minden mérnöki alkotás valamilyen módon a szűke vagy a tágabb környezetre hat, az esztétikumán keresztül is. Része ez a mérnöki alkotásnak, és fontos az, hogy minden mérnök ezt a szempontot is szem előtt. Megint csak vezérigazgató úr előadásával utalt arra, hogy mennyi mindent csinált Galamb József élete során. Messze nem arról van szó, hogy megalkotta a T-modellt és hátradőlt. Folyamatosan képezte magát, újabb és újabb ismeretekre és készségekre tett szert. Tehát az, amiről mi sokszor azt hiszük, hogy ez a 20. század végének az újdonsága, ez az élethosszig való tanulás, ez a tudományos világra, a műszaki pályára mindig is igaz volt, és legfeljebb azt mondhatjuk, hogy ma a 21. század elején fokozottan igaz, tehát Galamb József életének ez is egy fontos üzenete, hogy a műszaki ember számára folyamatos megújulás készsége elengedhetett. Nagyon részletesen és nagyon mérehatóan foglalkozott az első előadás Galamb Józseffel, az emberrel. Ezt akkor én most külön nem részletezném, talán összefoglalóként annyit hadd mondjak, hogy valóban ki kell emelni, hogy annak ellenére, hogy világhírűvé vált, hogy rengeteget keresett, élete végig egy önzetlen, szerény ember tudott maradni. Einstein, aki lényegében Galambnak a kortársa volt, hiszen szűk két évvel előtte született, mondta azt, hogy ne sikeres légy, hanem értékes. És azt hiszem elmondhatjuk, hogy Galamb József a szó legnemesebb értelmében értékes ember tudott maradni. És az ő élete egy nagyszerű példa arra is, hogy hányféleképpen tudunk jó magyarok, jó hazafiak lenni. Hiszen ő Amerikában kötött ki, Amerikában alapított családot, állampolgárságot is fölvette, mégse felette magyarságát. Tehát nem attól leszünk jó magyarok, hogy egy évbe egyszer kirakunk szép nagy kokárdákat, hanem ezerféle módja van ennek, és Galamb József egyik ékes példája ennek a igazságnak. Hát ezt nehogy ilyen rajzot készítsenek, mert a dékán úr megorol rám. Ezt csak azért vetítettem ki, hogy azért a zseniknek bizonyos kiváltságuk adott, megadatik. Tehát Henry Ford az ilyen rajzokon keresztül kommunikált Galamb Józseffel. Ő meg tudta tenni, hogy persze kellett ehhez az is, aki képes volt ezt interpretálni, hogy egy darab papírra ilyen hevenyészet vázlatokon rögzítse az elképzeléseit. Összefoglalva, tehát azt mondhatom, hogy Galamb József élete a tehetség és a szorgalom példája. Makótól a szegedi középiskolán, a budapesti felsőipariskolán keresztül jutott el odáig, hogy megalkotta a T-modellt, az azt követő A-modellt, a Fordzon traktort, és sok-sok dicsőséget hozott ezzel nekünk magyaroknak. Jó? Végezetül én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és sok szeretettel meghívok minden jelenlévő, a Budapesten jár, abban a kis Galamb József emlékszobában, amire már a megyesi vezérigazgató utalt. Nekünk is van egy T-modellünk, és hogyha a mérnöki kar hallgató önkormányzatából van itt valaki, akkor jelképesen rajta keresztül a szegedi diákoknak hadd adjam át ezt a könyvet, amit a T-modell 100 éves jubileuma alkalmából készítettünk. Kicsit segít elindulni azon az úton, amire utalt a megyesi úr. Az alapok a bolygóművel sebességváltóval kapcsolatban ebben benne vannak. Átveszi tőlem ezt a lapot? És akkor néhány fotóanyag, szóróanyag, üveggyöngy itt az asztalon minden kedves hallgatónak rendelkezésére. Nagyon szépen köszönöm dékán úrnak a előadását, és tekintettel arra, hogy
hál' Istennek sok hallgatóval jelen és előbb Einstein és a tehetség és a szorgalom is fölvetítésre került. Hagy mondjam Einsteinnek egy mondását, hogy az ő zsenialitásában, mondta Einstein, 10% az ész, a zsenialitás és 90% a szorgalom. Legyenek szorgalmas diákok. És zárszóként megkérném Búzás Péter doktor, Makó polgármesterét, hogy fejezze be, zárja be ezt a megemlékezést. Elnök úr, dékán úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, köszöntöm, megöcsülésnek köszöntöm önöket Makóváros önkormányzata nevében. Hát nem tudom, hogy most én bezárom ezt, én szerintem azt a házigazdának meghagyom majd, de ami tény, az a következő. Itt ma olyan egyszerű áldásokat hallottunk Galambi Józsefről, hogy ahhoz egy olyan polgármester, aki nem műszaki, hanem jogász, nem igazán tudni semmit. Azt viszont el tudom mondani, hogy Makó, ez a valamikor Csanádvár megye székhelyeként működő, akkor 33 ezres, ma 23-23 és fél ezres kisváros. Makó tehát odafigyel azokra a nagyjainkra, akik hát tőlünk származnak. Almágyi Palinak az elődje, Tóth Feri bácsi, őt is idézte, a megyési pár vezérigazgató úr. Ő mondta azt, hogy Makóról a tehetség talentumai gurultak szét a világba. Hát közéjük tartozott elsőként, ugye Galambi József, de hát közéjük tartozott már a hírbe hozott Joseph Pulitzer, Pulitzer József, a Pulitzer díj létrehozója. És hát az az igazság, hogy mi nagyon büszkén szoktuk emlegetni Páger Antalt, aki Makón született, és hát abban a hitben élünk, hogy József Attila is arszpolitikai lényegét Makón tanulta meg. Azért meséltem most mindezt el, mert én jogászként nem tudok hozzátenni semmit, legfeljebb annyit, hogyha jól emlékszem, nem hangzott el, és ha pontos az információm, a Ford T-modell az elmúlt évszázad autója is egyben, tehát ez azért ténykérdés. Na ezt az egy apróságot tudtam talán hozzátenni a mai naphoz, de ami fontos az az, hogy mi Makón, ebbe a kisvárosba odafigyelünk nagyjainkra, tehát tiszteljük a múltat, éljük a jelent, hogy hogy, arról ne beszéljünk úgy, mint a többiek, bízunk a jövőbe, és hát néha mi ismerünk nagyot álmodni. Erre ma föl is hívják a figyelmünket mostanság. Na most az a helyzet, hogy mi nagyjainkra úgy emlékszünk, hogy a Pulitzer díj után szabadon kiadjuk évente a Pulitzer szülővárosának díját ifjúsági és diák kategóriában. Országos pályázat, pesti sztár riporterek közreműködésével. Kiadjuk az első kötetes költőknek a díját, ezt ugye József Attilára emlékezve, és hát emellett minden évben a mai magyar színjátszás hát egyik legnagyobbikának Páger gyűrűt adományozunk. Páger születésnapján, január végén kerül erre mindig sor. Mindig belekerülünk a tévéhíradóba akkor, nem a rossz hír, hanem pozitív hír kapcsán. Tehát mi így figyelünk oda nagyjainkra. Hát itt elhangzott az, hogy Galambi Józsefre hogyan emlékezik a város. Emléktábla sorozat van, folytatódik, ahogy a vezérigazgató úr elmondta, szobra van. Vásárolt egy T-modellt, a város az jelenleg a múzeumban van, és hát én vártam idáig azt az ötletet, és most ezért fogadtam el, hogy mondjak három mondatot, hogy meg szeretnénk kérni a jelenlévőket, hogy kreatív ötletükkel segítsék azt erre, hogy egy ilyen kisváros, mint Makó, például Galambi Józsefre milyen évente, két évente valamilyen gyakorisággal megrendezhető elismeréssel, akcióval emlékezhetne, ami hasonlít a Páger gyűrűre, ugye, Halászőrittal kezdtük, és most Cserhalmi György kapta a Páger gyűrűt. Azt mindig úgy döntik el, hogy Szalma Tamás nevű makói színész van benne a város képviseletében, a kuratóriumban, de Hegedűs D. Géza, Réz András, tehát a hozzáértők javasolják, hogy ki kapja a díjat, nem a város önkormányzata, nem a polgármester. Tehát ők értenek hozzá, azok döntik el, hogy ki kapja ezt. A Pulitzer szülőváros díját ugyanígy a szakma dönti el, tehát ettől van neki legitimitása, ettől van neki súlya. Most tehát Galambra emlékezve valami hasonló ötletet nagyon szívesen vendék Makó polgármestereként, és hogyha évente valamilyen ügy kapcsán ezt ki tudnánk adni, akkor esetleg a mai Makó is tenne valamit ahhoz a
követendő gondolatokhoz, amit itt neves előadóinktól hallottam, megmondom őszintén, több ponton megérintettek engem. És bízom benne, hogy azok a fiatalok, akikből egyszer mérnök lesz, nem is olyan soká, az ő számukra is hát sokkal több gondolat megmaradt, mint nekem, mert szerintem volt muníció. Na most, ha mi hozzá tudnánk valamivel járulni ahhoz, hogy egy fiatal mérnökjelölt sikere galanthoz kötődően elismerésre kerüljön évente, gazdagabb lenne Makó is. És szerintem ez egy apróság volna abban, amikor azt mondjuk, hogy Makó valami szülővárosa hasonlítana, szeretne nagy tehetségű fiára. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm Makóváros polgármesterének a én általam zárszónak becézett szavait, de ez azért is nagyon jó zárszó, mert emlékeztünk, és én kívánom, hogy olyan nagyszerű példát mutató városok sokan legyenek az országban, mint Makó, amelyik a jövőt építi, és most is ez a pár szó azt mutatta, hogy a jövőt építi. Építsünk együtt a jövőt, de mielőtt ahhoz hozzákezdünk, én megköszönöm a figyelmet, és valamennyien menjünk ki a épület elé, nézzük meg a Ford T-modellt, és vegyen mindenki részt a táblalkotáson. Köszönöm szépen!